Hoztam ide nem való vizet. Ha nagy baj van és fel kell olvasnom, akkor kölcsön kérem majd persze. Jó, persze. Én is úgy hoztam, hogyha kell, akkor bele tudunk olvasni részletet esetleg. Egy-kettő. Jó. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Magda Fest záró napján, és természetesen abból az alkalomból, hogy ez most be fogjuk mutatni Viski Andrásnak a Kitelepítés című könyvét, és nagyon röviden elnézést is kérek, hogy előre tolakszom, bemutatkozom. Bódi Katalin vagyok, az Irodalomtudományi Intézet oktatója, én fogom ma este Andrást kérdezni. Andrást nyilván nagyon sokan inkább dramaturgként, drámaíróként, költőként, színháztudósként ismerhetjük, és talán nem csak számomra volt nagyon nagy várakozás és nagyon nagy meglepetés az, hogy idén ősszel megjelent egy nagy regénye, ami nyilván itt a műfaji megjelölés is majd egy külön fontos kérdés lehet, és azzal a kérdéssel kezdeném tehát, hogy ez a nagy regény, mint nagy epikus forma, hogy hogyan született meg, milyen előkészületeid voltak, és hogy jutottál erre a döntésre, hogy egy nagy regényt írjál? Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Nagyon otthon érzem magam Debrecenben. A döntés nem függ össze a regény megszületésével. Tulajdonképpen én születtem bele ebbe a döntésbe, mert mindig is tulajdonképpen én ennek a könyvnek a megírására készültem. Elmondtam már a nyilvánosság előtt, nagyon nehéz lesz nem ismételni bizonyos mondatokat, hogy minden út tulajdonképpen ez a regényhez vezetett. Az embernek van egy története, amiről azt érzékel, hogy ez nem csak az övé, hanem ez a régiónak a története, egy országnak a története, a fülszöveg azt mondja, hogy osztrák-magyar család a román gulágon, tehát eleve három nyelv megjelenik benne, három kultúra, vagy ennek a közép- és kelet-európai régiónak, ha úgy tetszik, a traumái valahogy a saját történetemként érzékelődtek számomra. Mindaz, amit írtam, és ennek része a színház is persze, sőt a színház elmélet is része, ehhez a könyvhöz vezettek el. Ezért most én első kötetes szerzőként gondolok önmagamra. Ez tényleg nagyon különleges eseménynek tartom, hogyha így nevezed meg magad, mint első kötetes szerzője ennek a regénynek. Nyilván itt említetted a drámákat.
talán mindannyian ismerjük a Júlia című darabodat, ami egy rádiójátékként született meg, hogyha jól tudom. És, nem, színpadi műként született, meg később lett belőle rádiójáték. És hogy onnan nyilván itt a Júlia főszereplő keresztül már megismerhettük a családodnak, elsősorban édesanyádnak a történetét, és most itt a Magdafest kapcsán nyilván ez nagyon lényeges lehet a női alkotóknak, női sorsoknak az előtérbe hozása. Mondható-e, hogy Júlia ennek a regénynek is a főszereplője? Sok olyan színpadi művet ismerünk, ami egy regény adaptációjaként született, vagy az utóbbi években egy film forgatókönyv adaptációjaként került színpadra. Kevés olyan művet ismerünk, olyan regényt ismerünk, ami egy darabból indul ki. Itt most ez a fordított adaptáció ment vég, vagy legalábbis annak is felfogható ennek a könyvnek a megszületése. Van még egy ilyen példa, csak azoknak mondom, azaz, hogy mindenkinek, akik az irodalom iránt elmélyülten érdeklődnek, hogy a Tamás Járonnak a Szűzmáriás királyfi című regénye tulajdonképpen az ősvigasztalás adaptációjaként született meg, vagy olvasható. Ő azt mondja, hogy így született meg. Nos, nem úgy indult a könyv, hogy Júlia legyen benne a főszereplő, de rólam több alkalommal leírták kritikusok, nem csak magyarok, hanem más nyelveken is, hogy a színpadon a női karaktereket jobban meg tudom írni. És ez engem nagyon megérintett, és ezért persze, hogy édesanyám a felelős, mellette voltam, az édesapámat majdnem 8 éves volt, amikor megismertem, tehát a nőnek ezt a törékenységét, tehát meg az erejét egyszerre tapasztaltam. Nagyon sokan azt mondják édesanyámról, hogy egy kemény asszony volt, amikor a hitéről volt szó, de egy nagyon törékeny asszony volt, amikor a gyermekekről volt szó, amikor a gyermekek elveszettségét szemlélte a világban. Elkerülhetetlenné vált, hogy bizonyos értelemben Júlia legyen a főszereplője ennek a regénynek. De én azt is remélem, hogy 7 gyermek is főszereplője, és egy gyermek nézőpontjából van elmondva a történet, illetőleg egy gyermek és egy felnőtt nézőpontjából van elmondva, tehát egyszerre 2 hang viszi a történetet. Nagyon érdekes volt, ahogy készültem erre a beszélgetésre, és olvastam egy korábban készült interjúkötetet veled. Ott arról írtál a dráma kapcsán, hogy azért különleges szövegforma számodra a dráma, mert hogy ugyanolyan hiányos, mint mondjuk az ószövetségi szöveg, amely mondjuk héberül csak a mással hangzók jelölésével van leírva. Itt a regényed, bár ugye folyamatosan hangsúlyoztuk már eddig is, hogy tényleg egy nagy epikus vállalkozás, ez a sajátos nyelvi hiányosság szintén nagyon különlegesen jelentkezik. De ez inkább talán a Biblia felül, a Biblia nyelvezete felül érthető meg. Hogyan született meg ez a különleges forma, hogy számozott bejegyzések vannak, nincsenek mondatkezdő betűk, nincsenek mondatvégiírás jelek, és hol lép életbe itt az olvasói teljesítmény? A regény számomra egy elmondatlan történetet akar képileg is megjeleníteni az olvasó számára. Tehát, hogy bele akarja írni magát egy hallgatásba, hogy tetszik. Én ha megkérdezném azt, hogy tőlünk, hogy van-e magyar gulágregény, akkor tudnánk-e mondani egy ilyen címet? Ugye nehezünkre esne. Kitelepítésregényt talán tudunk mondani, nem tudom, Eszterházi Péternek a Márk változatát
vagy a Harmonia Coelestis egy nagy fejezete szól a kitelepítésről, de nem több. Egyébként én bennem az élt, hogy sokkal lényegesebb része maga a kitelepítés, de nem úgy van. Na most születhetett volna ennek a mondatnak, nem nagyon van értelme, magyar gulágregény, azért nincs értelme, mert nem született, tehát akkor nem is születhetett volna, vagy nem tudom. Ahhoz, hogy gulágregény szülessen, ahhoz szükséges az otthontól való távolság földrajzi értelemben. Kell hozzá 1000 kilométer. Ha nincs 1000 kilométer, nem lehet megírni, mert nem lehet azt, hogy bejövünk, irodalmi toposzokat idézek most, bejövünk, ugyan ki vagyunk telepítve, de bejövünk Budapestre vacsorázni, és aztán hazamegyünk. Ezzel nem azt állítom, hogy könnyebb volt a kitelepítés. Azt állítom, hogy ugyanolyan nehéz volt, csak egészen más volt. Egészen mások voltak a kiszolgáltatottságok. Hogyha az ember olvassa Szolzsenyicint, rám, nem is annyi a Szolzsenyicin, mint Várlám Sálamovnak a, nem is tudom, hogy regényként volna mondható, inkább elbeszélés füzérként nevezném azt a könyvet. Az volt nagyobb hatással, mert ő ilyen történéseket ír meg és ragad meg, anélkül, hogy értelmezné őket, és ezek nagyon mélyen megérintettek engem, és segítettek is abban, hogy eltávolodjam ettől az értelmezési dűtől, vagy furortól, ami nagyon is munkál bennem, mert szívesen értelmezek szöveget, vagy írok színházról, vagy írok könyvekről, vagy akár képekről. És itt most inkább az volt a feladat, hogy egy ilyen nem elkezdődő és nem bevégződő történetet írjak meg, ami az a történelmnek a folyamatos abszurditását ragadja meg. Nem időről időre abszurd a történelem, hanem folyamatosan abszurd a történelem. Vannak pillanatok, mikor kegyesebb hozzánk, és vannak pillanatok, mikor kevésbé az. Bibliakönyvnek nevezem a könyvet. Ez egy rossz szó, de nem, most nincsen jobb, abból az ambícióból született, hogyha valaki felnyitja ezt a könyvet, és elolvas egy nagyon rövid részt belőle, ezek ilyen számozott részek, mint a bibliai versek, ahogy szoktuk mondani, akkor az szólítsa meg. Én napi bibliaolvasó vagyok, tehát hogyha kinyitom a Bibliát, és elolvasok belőle egyetlen egy verset, az ki tudja tölteni a napomat. Sőt, akár több napra is tud feladatot adni nekem. Ezek boldog feladatok, persze. Valami ilyesmire gondoltam, de nem akarok konkurálni a Bibliával, és nem azt céloztam meg, hogy vasárnaponként a lelkészek ezt vigyék fel a szószékre, és ebből olvassák fel a lekciót és a textust, hanem beleírtam magam abba a történetbe, aminek a részévé váltam azáltal, hogy édesanyám ott kint a Lateslágerben, én igazából arra emlékszem, folyamatosan felolvasott nekünk belőle. Mert ez volt az egyetlen könyv, ami egy nagy-nagy, gyönyörű, angyali véletlen folytán, én a véletlen szót nagy V-vel ejtem, lehetett hallani, tehát egy nagy véletlen folytán velünk jött ebbe a lágerbe. És sokáig nem is volt más könyv a közelünkben, egyedül a Szentírás. Nem a legrosszabb változata a véletleneknek.
Ami itt nyilván nagyon érdekes, hogy természetesen a szöveg nagyon sokszor idéz, néha újra és újra ugyanazokat a verseket, ugyanazokat a szöveghelyeket, amelyek valahogy oda-vissza magyarázzák az életet, a létezést, a létezésnek az értelmét vagy értelmetlenségét. És van egy nagyon szép szöveghely itt a Lukács evangéliumából, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak meg fészkük, az emberfiának meg nincs hova lehajtani a fejét. Azt hiszem, ez nagyon megragadó tényleg ez a szöveghely, és ez elő is jön, amikor a család megérkezik a kitelepítésnek a helyszínére. Tehát, hogy ezek véletlenszerűen megtalált szöveghelyek lehettek akkor, vagy utólagos értelemkeresései a létezésnek? Jaj, nem véletlenszerűen, hanem amikor egy gyermek az édesanyja hangján hallja a Szentírást, meg hogy énekelünk körülötte, meg minden van. Tehát van egy ilyen rituális beburkoltsága a napnak, akkor saját történeteként fogja felismerni azt a szöveget. Tehát, hogy a rókáknak van barlangjuk, akkor az ember elkezdi irigyelni a rókákat, aztán, mikor elolvassa a vukkot, akkor boldog attól, hogy ilyen testvérei vannak, mint a vukk. Tehát, hogy a világot valahogy egészebbnek érzi. De nem csak ezt éreztem annak, hanem azt, hogy nincsen apám, az apám börtönben van. Én nem is ismertem, nekem nem volt személyes emlékem, tudatos emlékem róla. De amikor az anyám azt mondta, hogy a választott nép Egyiptomban van, és ott robot munkát, a régebbi Károliban robota munkát végez, jó szó, robota munkát végez, hát ezt végezte az édesanyám, kötelező volt. Tehát kényszermunkát kellett végeznie. És azt mondtam, hogy igen, ez a könyv rólam szól. És hát át kellene kelni valamikor a Vörös-tengeren, de a Vörös-tengeren az meg ott volt a Duna. A Dunának ez az alsó folyása, nagy vízkor, tehát ősszel, meg olvadáskor, tavasszal. Ez akkora volt, hogy egy kicsi gyermek számára, egy 2-3-4-5-6 éves gyermek számára maga volt a Vörös-tenger. És én tudtam, hogy ez meg fog nyílni, és akkor is tudtam, hogy mikor. Amikor az apánkat, én úgy gondoltam el, hogy az apánk oda jön értünk. És amikor meg azt mondták nekünk, hogy kész, mehetünk, szabadok vagyunk, akkor az édesanyám azt mondta, de hova menjünk? Hiába vagyunk szabadok, nincs hova menjünk, mert nincsen otthonunk. Tehát az apához az otthon képzetem is kapcsolódott, hogy akkor majd meg, de hát nem megyünk, szabadok vagyunk. Aztán meg persze mégiscsak mentünk, apa még nem jött ki a börtönből, mégiscsak mentünk, és akkor azt kellett felfedezni, hogy egy kisebb lágerből egy országnyi lágerbe kerültünk. És az megint értelmezhetővé tette anyám hangját és a Szent Szövegnek ezeket a felolvasásait. Itt nagyon érdekes, hogy a szabadságnak és a fogságnak szintén van egy oda-vissza játék a szövegben. Éppen annak kapcsán jutott ez eszembe, hogy amikor a történetben tehát odaig jutunk, hogy a szabadulásnak a híre jut a családhoz és az egész lágerbe, akkor nyilván nagyon sokan azonnal útnak indulnak. A család viszont várakozik és megfogalmazódik az, hogy de hát mindig is szabadok voltunk. És nyilván a haza, vagy az otthonnak a helye pedig olyan szempontból is összetett nyilván a történetben, hogy maga a lelkész család az eleve mindig vándorol újabb és újabb szolgálati helyekre, és ilyen szempontból a gyerekeknek így, mint hogyha ez egy sajátos otthonná válna a lágernek a megszokott rendje. És hogy nincs onnan hova hazamenni, ez nyilván megint összetetté teszi a szabadságnak és a fogságnak a kérdését. Tehát, hogy ez a motívum, fogalmazzunk így, megint csak tényleg nagyon jellegzetesen végigvonult a regényen. És itt a gyerekeknek a közössége, amit itt az elbeszélő hang kapcsán is említettél,
Az elejétől kezdve figyeltem arra, hogy valamikor az elbeszélői hang többes szem első személyben szólal meg, valamikor egyes szem első személyben, és nem mindig lehet eldönteni, hogy honnan beszél abból a kettőségből időben, hogy a gyermeki tudat, vagy pedig a felnőtt önreflexió szólal meg. Hogy itt volt ennek nehézsége például ennek a típusú elbeszélői mozgatásnak, hangmozgatásának? Tulajdonképpen a legnehezebb elemére tapintottál rá, mert technikailag az ember, mikor egy ilyen mérvű könyvet ír, akkor naponta az a kérdés feltevés, hogy milyen pozícióból beszél a szöveg. Mert abban bízik, hogy az olvas egy hangot hall, és hogy milyen hangot hall az olvasó. Ez azt hiszem, ez dönti el az ilyen könyvekhez való viszonyunkat, hogy az a hang megszólal bennünk, tehát visszhangoztat bennünk saját tapasztalatokat, vagy nem. Ha visszhangoztat bennünk saját tapasztalatokat, akkor jól járunk, mert egyre inkább a saját tapasztalatok megismerése, a könyv olvasása maga. Legalábbis én így olvasok könyvet. E tekintetben volt egy ilyen fordulópontja a könyvhöz való viszonyomnak, ugye az egyharmada körül, nem biztos, hogy az egyharmada körül, de ez olyan jó szám, hogy egyharmad. Az egyharmada körül, amikor azt láttam, hogy én mindig azt írom, hogy anyánk, meg azt írom, hogy apánk. Ezt a többes számot kezdtem nézni. Mert kezdetben én úgy gondoltam, hogy én hetedik gyerekként a közös anyánkat próbálom leírni és megragadni, vagy az ő érzületeit próbálom újra átélni a saját testemben. De arra lettem figyelmes, hogy nem biztos, hogy csak erről van szó, hanem nagyon sokak anyjáról és nagyon sokak apjáról van szó, tehát nagyon sokak történetéről van szó itt, és egyre szabadabban használtam ezt, hogy anyánk, és egyre szabadabban használtam a történeteket, amelyek fölvetődtek. Nincs olyan történet, Bened, ez most köztünk maradjon itt Debrecenben, nem mondják senkinek, anyánkkal kapcsolatosan, ami ne az anyánk története volna könyvben. De azt remélem, hogy az olvasó, mint hogy megnyitódott ez a szemlélet, ahogy láttam a dolgokat, meg a tájokat magam elől, nem tartom kizártnak, hogy sokan több anyát fognak látni benne, és helyesen gondolják, ha így gondolják. Tehát helyesen gondolják, hogyha valamilyen értelemben egy ilyen gulág történetet érzékelnek benne, vagy egy osztrák nő, ugye anyám, mikor oda került Erdélybe, akkor nem tudott románul semmit. Vagy ha tőlem megkérdezik, éltem a családommal az Egyesült Államokban, amikor ott dolgoztunk egy ideig egy egyetemen, és mikor kérdezték tőlem, hogy én tulajdonképpen hova való vagyok, akkor ott ismertem fel azt, hogy az egyetlen jó válasz nekem erre az, ha azt mondom, hogy erdélyi. És akkor visszakérdeztek, hogy van ilyen ország? És ez megnyitott egy beszélgetést. Akkor el tudtam mondani, hogy én ugyan Marosvásárhelyen születtem, de soha nem laktam Marosvásárhelyen, elmentem oda megszületni. Persze édesanyám is jött velem, nyilván. Úgy egyeztettük a történetet, hogy elmentem oda megszületni, de nincsen Marosvásárhely érzetem. Vagy mondod azt, hogy mentünk innen oda. Persze nagyon sok helyen laktunk, apámat általában két évenként áthelyezték Újfaluba. Mert mindig valahogy lángra lobbant a falu. Ebből egy történetet el is mondok a Nyüvedi Jézus című fejezetben. Egy létező jegyzőkönyv alapján rekonstruáltam a történetet. Nyüveden jártam a nagyobb családdal együtt, és a
református lelkész kinyitotta a kiemelt, a levéltárból kiemelt jegyzőkönyvet, és mutatta, hogy mi történt ott velünk. És az mélységesen megérintett engem, mert ennyire közel nem kerültem a valósághoz az apám nézőpontjából. Tehát tulajdonképpen abban az ajándékban részesültem, hogy ahol vagyok a világban, én otthon érzem magam. Mert egy teremtettségben fogom fel valahogy önmagamat, egy nagy történet részeként. És otthon érzem magam benne, és ott úgy vagyok jelen, hogy ott jó ott lenni. Ez az egység, itt, hogy egy picit visszakanyarítsam a beszélgetést a szöveghez, itt már szóba került, tehát a Biblia, szóba került a dráma, mint hiányos szöveg, és amit most említettél, ez nagyon izgalmasan ugye megjelenik a regényben is, a jegyzőkönyvek, amelyek szintén olyan hiányos szövegek, olyan jogi szövegek, amelyek önmagukban érthetetlenek, és nem, hirtelen nem látszik mögöttük az ember, vagy az egyénnek a története, és ezek nagyon izgalmasan oldódnak bele valahogyan az elbeszélésnek a szövegébe. Nem gondolom, hogy ennek csak az lenne a szándéka, hogy a valódiságát a történetnek erősítse. Valóban nem az. Van egy szürke zóna a mi történetünkben, és ez bizonyult számomra tulajdonképpen az anyám klinikai halála mellett a legdrámaibbnak, amit ugye a Júlia című darabban mondok el. Ez pedig most az egyik bátyám itt jelen is van, úgyhogy nagyon elkezdem mérlegelni a szavaimat, hogy miket mondok, mert mégiscsak túl akarom élni ezt a debreceni látogatást. Az történt velünk, hogy bennünket egy Rakitalsza nevű lágerbe telepítettek ki. Erről Nényú, most maradjunk ennyiben, Nényú mindig azt mesélte nekünk, hogy az egy szörnyű hely volt. Onnan visszakerültünk Freidorfba, ez Temesvárnak ma már egy külvárosa, még már akkor is az volt, közigazgatásilag oda tartozott. Azon az alapon, hogy valaki ott Rakitalszán azt mondta nekünk, hogy Rakitalszán nincsen iskola, a gyermekeknek kötelező iskolában járniuk, és ezen az alapon az anyám kérvényezze azt, hogy máshova telepítsenek ki bennünket. És anyám, gyönyörű naivság, azt mondja, hogy ő Szatmáron szeretne kitelepítettként élni. Gyönyörű, Szatmár Németiben, persze ott voltak a rokonai, stb. És akkor jött egy végzés, jó, visszatérek ez a kérdéshez, de ez tulajdonképpen valahogy soha nem mondódott el ez a történet a családban, és én nem tudom most sem, hogy miért. Most sem tudom, hogy miért. Anyám az emlékirataiban nem is említi azt, hogy mi Freidorfban, tehát Temesvár városban tulajdonképpen néhány hónapot, a regényből kiderül pontosan, hogy milyen dátumtól, milyen dátumig voltunk Freidorfban. A testvéreimet telefonhívásokkal zaklattam, és nem mondtak megfogható történetet ebből. Én azt érzékelem, és ezt rekonstruáltam itt, de ezt titkos szolgálati anyagok alapján rekonstruáltam, amire hivatkozom is. Tehát a regényben az iktatószámok, a nevek, a belügyminiszteri kabinetiroda, minden pontosan úgy van, ahogy az asztalomon levő okmányokból ez kiderül. Én arra jutottam, hogy anyámnak ez egy nagyon nehéz időszaka volt. Bizonyos értelemben nehezebb, mint Latest, és magával vitte ezt a szenvedését. És ez Latesten robbant, és lett belőle az, hogy ő ott teljesen elveszítette önmagát, és átadta magát a halálnak. De visszatért
belőle. Tulajdonképpen, tehát röviden összegezve a válaszomat, hogy nem a könyv hitelesítése volt a célom, mert a hitelesség a könyvnek a mondatokból jön, a szerkezetből jön, a felépítettségből jön, az, hogy létrehozta a saját valóságát vagy sem, hanem egyszer csak azt láttam, hogy nem tudom tovább írni. Ha én nem járok ennek utána, nem tudom tovább írni, akkor elkezdtem olvasni ezeket az anyagokat, és ott egy nagyon izgalmas dologra jöttem rá, hogy hogyan veszíti el az adminisztráció a 7 gyereket. És egy idő után csak az anyámra hivatkozik, és megérkezünk Freidorfba, és ott anyámnak ott kijelölnek egy helyet, ahol laknia kell, de az teljesen üres volt, ez több testvérem visszaigazolta. Teljesen üres volt, frissen meszelt volt. Hát ez szép. De teljesen üres volt, annyira kicsi volt, hogy nem fértünk be mindannyian. És akkor ott lett egy ilyen zavar, hogy jó, akkor de most hol helyezzék el ezt a családot, mert csak az anyámról tudtak. És a másik dolog, ami izgalmas volt számomra ott, hogy egyre többször azt mondják, hogy budapesti nő, és ennek egyre erősebb a politikai felhangja. Hogy nagyon szigorúan kell bánni vele, mert budapesti, és mert a férje el van ítélve nagyon gyanús indokokkal. Ez nagyon érdekes, ez a kontextus, hogy megnyitottad. Itt ugye, hogy mi van a papír mögött, mi van a jegyzőkönyvek mögött, és ugyanez a probléma jelentkezik éppen itt a Freidorf szakaszában a regénynek, hogy mi van a szavak mögött. Mármint az, hogy a legkisebb gyerekek számára például az olyan bútornevek, mint a kredenc vagy a sublót nem mondanak semmit, és ekkora kis testvérek egy kis összeesküvést szerveznek, és ilyen nevekkel titkosítják magukat, és ezekkel a nevekkel szólítják meg magukat, hogy ezt a kis összeesküvést megszervezzék. Tehát itt a gyerekek közössége nagyon látványosan működik, mondjuk így nagyon sokszor, akár valamikor nyilván, vagy legtöbbször egységben az anyával és nényúval, valamikor meg éppen valami kis különálló világot próbálnak maguknak teremteni, és itt Freidorfban akár ez a Petőfi kultusz is előtér, bekerül, és akár itt a szavak megértésének is a nehézsége. Itt, hogyha már szóba került Nényúnak a története, és akár megint csak a női történetek, női sorsok, akkor azt hiszem, hogy akármennyire is ismertük, vagy ismerni véltük a családodnak a kitelepítés történetét, a Nényú alakja, az egy olyan különleges vonulata a szövegnek, ami szerintem mindenki számára egy ilyen nagyon gazdag és nagyon meglepő vonulata a szövegnek, hogy beszélnél Nényú alakjáról? Persze, szívesen. Igen. Amikor megírtam a Júlia című darabomat, akkor nagyon sokféleképpen fölvetődött bennem az, hogy miért hiányzik belőle Nényú. Egy írónak nagyon kevés döntése van. Amikor a forma megtalálja az írót, akkor már nagyon kevés döntése van. És az a jó, hogyha nem erőszakolja meg a formát, hanem megy. Megy a formával, és engedi, hogy a forma kibontakoztassa önmagát. És azok, akik ismerték a családtörténetet, számon is kérték rajtam, hogy a Júlia című darabban Nényú, ugye itt Ráckevei Anna játszotta itt Debrecenben nagy örömömre, hogy Nényú miért nem szerepel benne. És mindig ott volt bennem egy ilyen adósság. És mikor a regény elkezdte írni önmagát, akkor nem is tudtam, hogy az első fejezet tulajdonképpen Nényú lesz. 1947-ben, ez egy ismert történeti toposz, a székelységben, Erdélyben, a tulajdonképpeni Erdélyben egy nagyon komoly, hát a maihoz hasonló szárazság kataklizma volt, ezért nagyon sokan átjöttek a Párciumba. És ez a fiatal, egyébként nagyon sok gyermeke családból származó lány,
nagy szalontán bekopogott a lelkész házaspárhoz, úgyhogy hozott egy ajánlólevelet is, hogy a lelkész házaspár fogadja be őt 2 hétre. Amíg hát csak könnyebb lesz valami. És őt Máriának hívták, Márikának szólították, sokan mi gyermekek, nényúnak vagy nényukának, és a szüleim befogadták őt, azzal a feltétellel, hogy nem cselédként, hanem addig lakik ott, ameddig szüksége van rá, és akkor megy el, amikor ő ezt így gondolja, de nekik nincsen szükségük cselédre. Anyám akkor terhes volt az első gyermekével, az első szülöttel. És az lett belőle, hogy a 2 hét után lett újabb 2 hét, akkor nagyon sok 2 hét következett el, és egyszer csak nényú előállt, hogy azt mondta, hogy ő a szüleimmel akarja leélni az életét. Ez igenis ezt nevezzük misztikus pillanatnak. Mert ennek nincsen indoka, hanem ott valami történt. És apám próbálta meggyőzni őt, hogy ez nem biztos, hogy jó ízlésre van részéről, inkább fogja fel az életét szabadnak. Ő diakonisza nővér szeretett volna lenni, ez fontos. Csak hát akkor már nem lehetett. Ugye 48-ban kész, akkor már nem. Akkor számolták fel ugye a szerzetrendeket, meg minden ilyen egyházi alternatív szociális intézményt felszámoltak éppen. És akkor, és ez valóban így történt, ami nagyon sok mindent elmondt az apámról, hogy apám felolvasta neki a Mózes könyvéből, a törvény könyvéből azt, hogyha egy rabszolga eldönti, hogy nem akar szabad lenni, hanem ott akar maradni, akkor ő szabad lesz attól kezdve, de ott maradhat annál a családnál. Ugye, mert a választott nép történetében, ami egy gyönyörű örökség, kötelező volt felszabadítani a rabszolgákat. Ugye, mert óhatatlanul lettek rabszolgák, háborúk voltak, stb., de kötelező volt felszabadítani őket, amit én fantasztikusnak tartok. Kötelező felszabadítanunk egymást. Most is kötelező elengednünk egymást. Tehát ez a szabadságnak egy olyan eszménye, amit a keresztény gondolat a génjeiben hordoz. És azt mondta az apám neki, hogy nem veszünk a nevünkre, azért, hogy mindig szabadnak érezd magad, hogy elmehess. Lekaszál egy szerelem, menj el. Teljesen rendben van. Soha nem ment el tőlünk, és ezt mindig önazonosan végigcsinálta. A boldogságot, a humort árasztotta felénk. Egy fantasztikus ember volt. Mi nagyon rajongtunk érte. Az élete végén érezte úgy, hogy elárulta őt az Istene, azért, mert ő úgy képzelte el, hogy a szüleim fogják eltemetni őt. És neki kellett eltemetni a szüleimet. És akkor mondta nekem is, Andriskának szólt, Andriska, ez azért nincsen rendjén, hogy ez így történt, mert ő úgy tudja, hogy nem ez volt a megegyezése. Ő nem ilyen szerződést írt alá. És én mondtam neki, de nényú, de hát ez nem gyönyörű, hogy végigcsinált valamit, és hát azért ő el tudta volna képzelni másképpen is ezt. Tehát, hogy Isten tulajdonképpen az esztétikai ízlését kétségbe vonta. De ezzel a humorral élt, és úgy csinálta végig velünk a gulágot, hogy igazából egy angyali véletlen folytán jött velünk. És ez amiatt történt, mert akkor, amikor bennünket kilakoltattak, akkor az ikrek, Pál meg Lidia, az itt levő Pál meg Lidia nem voltak velünk.
és megnéztek a listát, és a nevünkre is szólt a kilakoltatási parancs. Ez rajta is van a könyvnek a borítóján, ami gyönyörű humorral bír számomra, mert kiderül, hogy én 2 éves voltam, amikor kilakoltattak, és kiderül ebből, hogy én 2 éves koromban ellenforradalmár voltam. Mert ott van az indok annak, hogy miért lakoltattak ki. És azt írja, hogy kontrarevolucionár. Hát igen, nagyon féltek tőlem, megértem. 4 óra még visszatérve itt az édesanyja haldoklásakor, itt is megjelenik egy kicsit az a jogi diskurzus, hogy az anya 4 ónak örökbe adja a gyermekeket, és gyakorlatilag a nevére veszi 4 ó a 7 kisgyermeket a történetben. És ami még itt nagyon fontos volt számomra 4 ó történetében, hogy nála jelenik meg nagyon nagy hangsúllyal, amikor kint alszik a kis kunyhó előtt, hogy vigyázzon a gyerekekre és az anyára, hogy elveszíti talán a hitét Istenben. Itt a sok szintjét emlegettük már a szövegnek, és itt ennek a témának a kapcsán talán nagyon fontos megemlíteni, hogy van a szövegnek egy esszéisztikus vonulata is, ami többek között például az Istenben való hitnek a kérdését járja körül, de nyilván akár Isten kegyelmességét is, vagy a reménynek a lehetőségeit is számba veszi, akár az apának a létezéséről is ír, hogy ezek tudatosan az esszé felé kinyitott szakaszai a szövegnek, vagy ezek is írták önmagukat? Jaj, nem. A legnagyobb küzdelem volt, hogy az esszét visszautasítsam, de ebben volt segítségem, mert időről időre egy-egy részt elolvastattam egyik vagy másik barátommal, mert az eszé furrorja, az nagyon, nagyon kellett küzdenem ellene. Nem, a legtudatosabb része volt az, hogy zsigeri dolgok legyenek benne, ha lehet. Ez persze nagyon, mégiscsak egy fikció, a könyv, de a fikció erősebb, mint a valóság. A fikció mindig erősebb, mint a valóság, hiszen tudnék adni erre egy példát, lehet, hogy most nem fogom megtenni, de miközben írtam a könyvet, hívtam telefonon 6 testvért, tehát zaklattam őket. Hogy figyelj, ott van egy kulcs szituáció, nekem nagyon fontos ez a kulcs szituáció. Hogyan emlékszel rá? És akkor mindannyian elmondták. És akkor mondom, Lidia, de a nő, a húgod mást mond, másképpen emlékszik erre. És azt mondja, Lidia, aki egy ilyen vehemens, nagyon értelmes nő, ilyen vehemens, azt mondja, de hát én ott voltam. De hát mondom, mintha ő is ott lett volna. És ez nagyon tehát itt egy nagy tanításban volt részem, mégpedig abban, hogy a valóság az, ami élettényé válik bennünk. És ez nagyon fontos volt számomra ezt felismerni. Tehát a valóság megismerése az a másik elfogadása. Ha én a másik embert nem fogadom el, és az ő valóságát nem fogadom el, akkor bizony egy álvalóságban élek. Ha senki nincs, aki megkérdőjelezze a saját valóságomat, nem biztos, hogy élek. És ez egy nagyon nagy felismerés volt számomra. A kisebbik nővérem milyen történetet mond el arról, hogy anyám hogy tér vissza közénk, és hogy szólít meg bennünket, amikor ezt elmondtam a többi testvéreimnek, mosolyogtak rajta. De ebben a mosolyban ez a szépség volt, hogy ezért szoktam azt mondani, hogy Isten létezésről nem szoktam vitatkozni, mert terméketlennek tartom. Mert ha élettényé válik, akkor nincs miről vitatkozni, tehát egy asztal létezéséről lehet, persze meg nagyon elegáns vitatkozni róla. Csak nem biztos, hogy messzire jutunk.
inkább az elf a másik valóságának az, és látjuk, hogy ez most átmentem ilyen vasárnapi iskolás morális, szenzus moralisban, hogy ez a legnagyobb problémánk, hogy a másik valóságát nem tudjuk elfogadni, és tulajdonképpen, ha egy társadalomban gondolkodom, az erős társadalmak, azok sokféle valóságot ismernek, és sokféle valóságot el tudnak fogadni, azért, mert a másik embernek az elfogadása magasabb szintű feladat, mint a... És ez, tehát én mikor azt mondom, hogy Nényu elveszítette a hitét, akkor azt is mondom, hogy minden szereplő én vagyok, de azt is állítom, hogy aki soha nem veszítette el a hitét, az nem hisz. Ott még feladatok vannak hátra. Olyan olvasási ajánlatot teszel a könyv kinyitásakor az olvasónak, hogy a szerző kijelenti, hogy a könyv fikció, nevezetesen egy valamiféleképpen a felnőtt kort megért gyermek képzeletének a szülötte, aki több éves gulák tapasztalatát sehogy sem tudja szétválasztani a fantazmáitól. A fikció egyezéséért a valósággal a valóság felelős. És az nyilván mindannyian kapaszkodunk mindenféle más olvasmányélménybe, ezek közül néhányat a beszélgetés elején említettél is. Én felírtam még egyet Gerlóci Mártonnak a Fikció című trilógiájának az első-második kötetében is szerepel, hogy a könyvben szereplő személyek a könyvben szereplő személyek képzeletének szüleményei. És nyilván nagyon sok autofikciós szöveg vesz minket körül, emlegetted nyilván Eszterházy Pétert, de akár emlegethetjük Dragomán Györgynek a Fehér királyát, vagy akár a friss irodalmi Nobel-díjas Annie Ernaux-t, vagy Bereményi Gézának a magyar Copperfieldjét. Tehát, hogy az idősebb, a közép és a fiatalabb generáció képviselői közül is azt látjuk, hogy az autofikció most egy nagyon jelenlévő, velünk együtt jelenlévő szövegforma. Van ennek valamilyen oka, ennek a trendnek? Az irodalomban divat szót nem használnám, nem kedvelem igazából. A filmben is, ugye a filmben is nagyon erős az autofikció, és nagyon, igazából nagyon... Nem tudom a választ. Én csak ezt tudtam megírni. Persze azt hiszem, hogy van olyan, hogy korszellem. Nem tudjuk, hogy mi a korszellem, nagyon nehezen megragadható, de a műalkotás, és nem csak könyvekről beszélünk, hanem a képzőművészet műalkotás, tehát éppen ezt a korszellemet érzékeli, és ragadja meg valamiképpen. Én mindig is, amit írtam, az autofikció volt, csak eddig talán nem találtam meg a formáját. Most hát, ha megtaláltam, most ez eldől, mert most várom ezeket a visszajelzéseket, és talán ez tovább is írja magát ez a könyv, de nem ebben a formában. Ez a forma nem bír el többet. Abban is, azért is érzem, hogy nem bír el többet, mert nagyon is tudnám csinálni. Tehát itt van az új begyembe. Tehát bármikor tudnám csinálni. Szellemíróként vállalok regényírást, de saját nevem alatt ezt a formát már nem akarom kiadni. Mert az a félelem van bennem, hogy kisimul. Tehát, hogy értektelenné válik. A szöveg elveszíti ezt a... Ugye mindannyian érezzük, hogy az a jó szöveg, amit ha megsimogatunk, akkor benne marad egy szálka a tenyerünkbe, vagy az ujjunkba, és az folyamatos munkát ad nekünk, magunkkal visszük. Én azt akartam elkerülni, hogy ez memoár legyen. Azt nagyon el akartam kerülni, és azt úgy lehet elkerülni, hogy ne csak a képzeletedre bízzad a szöveget, hanem próbáld megismerni a valóságot, minél mélyebben. Az, amikor én felismertem azt, hogy egy zörgőcsontú 7 gyerekkel bíró édesanyának a sorsa megjárja a bukaresti belügyminisztériumnak a kabinetjét, vannak erre okmányaim, az azért döbbenetes.
Amikor a Freidorffal kapcsolatosan felismerem azt, hogy magas rangú, belügyesek, látjuk a rangjaikat, ezredes és alezredes, temesvári és bukaresti, beszélnek egymással telefonon, majd pedig azt mondják egymásnak, hogy kérem ennek a beszélgetésnek a leíratát, akkor azt látom, hogy a félelem munkált bennük. És ez nagyon izgalmas látni azt, hogy egy, a diktatúrának az ereje mindig az, hogy elhiteti, hogy nagyon erős. Én meg azt látom egy gyermek nézőpontjából, hogy nagyon gyönge. Azért kénytelen elhitetni azt, hogy nagyon erős. Azért kénytelen naponta gyilkolni, vagy azért kénytelen naponta példát statuálni. Mert nagyon gyönge, mert tudja, hogy több irányból is támadhatóak ezek a szerkezetek. Vagy ahogy én leginkább Lateslágert ismerem, azt tudtam talán úgy megragadni igazán, mert ott vannak testi tapasztalataim a térről, azokról, akik ott együtt velük voltak, a régi rendszernek miniszterei, miniszterelnök feleséget ismertünk, egészség, stb. Tehát ezeket a akadémiai figurákat ismertünk, írókat, bölcsészeket, stb. Tehát ez egy nagyon érdekes képződmény volt, és nagyon érdekes, hogy együvé is rakták őket, ami erőt adott nekünk is, meg nekik is abban, hogy ugye egy lágerben nem biztos, hogy mérlegeled a mondataidat, hanem egyszerűen nevetsz dolgokon. Egyszerűen szembefordulsz, és voltak ilyen figurák, mint Paul Goma egyébként a legszabad szájú ember volt, de őt is szétverték a börtönben, tehát ő nem félt senkitől és semmitől. Tehát tulajdonképpen számomra, ha az regény mégiscsak a szabadság gyakorlatnak a formája volt, vagy a lelki gyakorlata, úgy tetszik. Tehát, hogy annak a kérdésnek a feltevés, hogy mi az, hogy szabadság, és hogy létezik-e olyan szabadság, amit nem vehetnek el tőlünk bármilyen helyzetben. Amit nem szakíthatnak ki belőled. Itt a különböző szövegkapcsolódásokon való gondolkodásban jutott eszembe, és ahogy a Lager regénynek egyfajta címkét emlegetted a beszélgetés elején, hogy Tompa Andrának a Fejtős lábtól, vagy akár az Omerta egy-egy történelmi korszaknak mutatja valami fajta személyes elbeszélésekbe és történetekbe illeszkedő lenyomatát, hogy ilyen szempontból, mint hogyha a kollektív emlékezetnek, vagy a még létező kommunikatív emlékezetnek, mint hogyha nagyon kiváló hordozói tudnának lenni ezek a fajta szépirodalmi alkotások, amit nem képes mondjuk a történetírás rögzíteni, azt például egy fikció, egy memoárnak nem övezhető, de valamilyen formában megszülető szépirodalmi alkotás kiválóan tud képviselni. Ezért állítom én azt, hogy a fikció erősebb, mint a valóság. Ugye, mert a történeti leírás, az is egy konstrukció, az ahogy változik egy rendszer, újra kell írni a történelmet, nem? Tehát mások lesznek a főhősök benne, meg másképpen értelmezünk alapvető dolgait a saját történetünknek. Említette Tompa Andreát, a Fejtől és lábtól, az egy Trianon regény. Ahogy Vida Gábornak az Ahol az ő lelke. Az egy Trianon regény. Ugye nem születtek Trianon darabok. Vajon miért nem születtek Trianon darabok? Vajon miért nem a 100 éves a centenáriumra? Vajon miért nem volt, nem tudom, igazából nem tudom, hogy bátorság, vagy nem tudom. Miért nem írt ki egyetlen színház sem Trianon pályázatot darabokra? 56-os pályázat volt, ugye arra emlékszünk. Volt több, és születtek is darab. Ezek erős kérdések, amivel érdemes szembenézni, hogy miért van ez a... Ugye azt mondjuk, hogy szétszakított társadalom, oké, de vannak konszenzusok, hogy nem írtunk ki pályázatot Trianonra. Ugye, és van
legalább két Trianon regény, ami nem is olyan régen született. Ugye az egyik az orvosok és a Kolozsvári Orvosi Egyetemnek a megszűnése nézőpontjából mondja el Trianont, és az erdélyi fürdőváros kultúra leírása nézőpontjából mondja el, ez az a Tompa Andreája. És Vida Gábor, meg az, ahol az ő lelke, az egy vadásznak a nézőpontjából mondja el Trianont, aki hiányzik, amikor végbe megy Trianon, mert éppen Afrikában van, és vadászik. Szóval nagyon egyetlen állítás volt ezekben a széttartó mondatokban, hogy a fikció erősebben vissza tud helyezni bennünket olyan testi tapasztalatokba, ami nem tud verbalizálódni számunkra. Ez is a színháznak az ereje tulajdonképpen, hogy ezeket meg tudja valahogy ragadni. És talán ezért is volt, nem csak családi feladat volt ez számomra, hanem beléptem a felnőtt korba, nagyon sokszor beléptem a felnőtt korba, de egyszer csak meg kell csinálni ezt a feladatot, ami a tied. A Csodálatos Halfogás című fejezet, minthogyha azt vinni színre, hogy András hogyan válik íróvá. Egyrészt a 299. bejegyzésben arról olvashatunk egy ilyen nagyon szívmelengető szakaszban, hogy az anya hogyan javít bele folyamatosan a bibliai szövegben, amikor olvassa fel a gyerekeknek, hogyan javítja ki a ragozást például, vagy a nőkről való beszédet hogyan korrigálja, hogy korrekt legyen a gyerekek számára az elbeszélés, és ugye azután itt Aurél elviszi halászni a két kicsit, ahol Andrásnak a fantáziája kibontakozik, és az András testvér szerint való Szent Evangélium történeteiből, ugye a Lipován halász fiú története, ami nagyon... Igen, így van, hogy András szerint való Szent Evangélium. Így van a szövegben, 311. bejegyzés, András testvér szerint nagyon való Szent bátor Evangélium. Voltam. És ugye a Jánosi Lajos kritikájában is apokrif címet kapta a kritika, de nyilván itt a nyelv születése az alkotásnak a kicsinyítő tükre az, ami nagyon lényegesen megjelenik. És itt is egyébként, amikor megnyílik a Duna, akkor azt olvashatjuk, ezt a képet látva a halászok ott helyben elveszítik a hitüket. Ugye ez Dosztojevszkij, hogyha jól gondolom. Ami ez a passzusnak a variációja, ugye több alkalommal is felbukkan a szövegben, illetve Nádjától halljuk azt, a sajátos humorát is megvillantva a regénynek, hogy egyetlen sor tud magyarul, ugye Madácsnak az ember tragédiájából, az ember küzdj és bízva bízzál, amit egy börtönben tanult meg a magyar cellatársaitól. A szövegkapcsolatokról esetleg beszélné le, akár a mottókról? Hát először is ez egy több nyelvű szöveg, amiben nem fordítom le a más nyelveken írott részeket. Éppen azért nem fordítom le, mert azt vagy tudja az, aki olvassa, például hát aki románul tud, az fogja tudni. Másfelől meg az idegenséget szeretném, ha érezni. Szeretném azt érezni, ahogyan én hallottam kiskoromban, mert én sem tudtam kiskoromban románul. De mégis a gyermek megjegyzi a hangalakját a szövegnek. Másfelől meg ez a biblia olvasás, ugye milyen biblia volt az anyámnál? Hát az 1908-as revidált Károli fordítás, amit ma már nagyon régi szövegnek érzünk, és akkor a regény azzal játszik el. Egy gyönyörű szöveg egyébként, régi szövegnek érzékeljük, de a 2004-es, jól mondom, református fordítást, hogyha olvassuk, akkor nem árt, hogyha visszamegyünk ez a Károlihoz, mert a Károli szövegben az a fantasztikus, hogy ő nem hisz a pontos fordítás lehetőségében, ő a pontos fordítás alatt a poétikus fordítást érti. Élt át, és az a pontos. Tehát nem a fogalmi pontosságot érti alatta. Mondjuk Károl és a csapata legyünk történetileg hűek, és eljátszottam azzal a gondolattal, hogy anyám olvassa fel
a Károli szöveget, ez egy régi szöveg, és akkor mi itt hallgatjuk, és akkor kérdezzük tőle, de Isten nem tud magyarul, csak ezt a régi nyelvet beszéli, de ha ezt a régi nyelvet beszéli, akkor ő érti, mi van velünk. Akkor nem biztos, hogy értheti, hogy mi van velünk, és akkor anyám felolvasás közben megváltoztatja a szöveget, és közelebb hozzánk, és belekommentál a szövegbe, hogy örömet szerezzen a gyermekeinek, ami anyámba úgy belefér, hogy a gyermekek nyelvére, mint egy lefordítja a Szentírást, és így tartja szentnek, hogy átviszi a gyermekek nyelvére, de ez egy nagyon mai érzület, tudod, mert mikor írtam a regényt, akkor vettem elő a különböző szövegváltozatokat, és akkor szembesülnem kellett azzal, hogy mi is van. Másfelől meg, ami nagyon-nagyon fontos, hogy volt egy barak, amiben egy görög katolikus pap lakott, Patrásku vagy Patraskánó, ez többféle, szerintem Patrásku, többféle nyelvi változatban megtaláltam ezt a nevet, románok is írnak róla, történészek erről a papról, és mi oda mentünk ezekre a misékre. Mi görög-katolikus misékre jártunk. Ez egy nagyon szelíd, nagyon-nagyon finom ember volt. Ő nem tudott magyarul, nagyon sokan egyébként románul tudtak magyarul, jellemző módon görög-katolikusok, mint a Nikolaj Bálott, a bölcsész is kiválóan beszélt magyarul. Tehát ez a nyelvi szint is megjelenik benne, illetőleg megjelenik ez a rituális szint, hogy protestánsok hogyan viszonyulnak ehhez a gazdag liturgiához. Ugye a görög katolikus liturgia a katolikus liturgiánál is sokkal gazdagabb, hosszabb is, jóval hosszabb. És nekem vannak ilyen személyes tapasztalataim erről, amelyek nagyon segítettek abban, hogy rekonstruáljam ezt a világot, de ezt például ennek a papnak a nevét az én családomban mindig elképesztő szeretettel és tisztelettel ejtették ki. Itt a kollektív emlékezetről beszéltünk a szépirodalom felelőssége vonatkozásában, és nyilván itt nem csak a lágernek és a kitelepítéseknek a története az, ami szerepel itt a regénynek a háttértörténeteként, hanem az édesapád reformációs mozgalmának is a felvillanásai helyet kapnak. Nyilván itt akár a politikai fogolyként való fogvatartásának okaként is, hogy amikor elolvastam a regényt, akkor tehát nyilván nagyon sokan érzik így, hogy nagyon nehéz kilépni egy ilyen világból, és nagyon szeretne az ember még benne maradni, és akkor elolvastam a Viski Júliának a Három keresztet és az édesapádnak a Szerelme szorongat című emlékiratait, és ott nagyon, nyilván nagyon szépen kibontakoznak ezek a háttérinformációk, ugyanakkor nyilván az ő szövegeik alapvetően inkább tényleg memoár jelleggel íródtak, de azért nagyon megrendítő megfogalmazásként emlékszem például arra Három keresztből, amikor azt írja Viski Júlia, egy barátnőt megszólítva a leveleiben, hogy milyen jó a mai fiataloknak, hogy már nem kell megélniük akár az éhezést, vagy akár a háborút, és ez nagyon megrendítő volt, hogy tényleg, hogy hova érkeznek, vagy hogyan változik meg egy-egy szövegnek az értelmezhetősége. Tudod, miközben kezdtem a regény végére jutni, és tudom magamról, hogy legendásan rossz könyvcímeket tudok adni. A szerkesztők már előre készülnek egy könyvcímlistával, hogy oldják meg ezt a problémát. És itt is már volt egy könyvcímem, amit én le is adtam a kiadónak. Ők tapintatosan nem is reagáltak erre a könyvcímre. Én tudtam, hogy ott vagyok, ahol a part szakad, illetőleg mindig ott szakad a part, ahol én vagyok. Ez egy más tapasztalat. És ki kellett jönnöm valami miatt, vonattal jöttem Budapestre, és láttam ezeket a fiatal, nagyon fiatal ukrán anyákat, 2-3 gyerekkel ott a vonatban.
És akkor eldőlt, hogy a regénynek a címe kitelepítés. Hogy ez egy univerzális tapasztalat. Hogy csak anyákat láttam, nem láttam apákat. És ez olyan mélyen megérintett bennem, engem, és akkor kimentem a folyosra, és figyeltem a gyerekeket, hogy a gyerekek futkostak, boldogok voltak, és láttam magamat bennük, és elképzelni felnőttként, hogy ezeknek a gyerekeknek a szülei most ott vannak a fronton. És nagy esélye soha nem fogják többet látni egymást. És ez olyan mélyen megérintett engem, hogy az a szó, amit sokáig visszautasítottam, az egyszerre megnyílt a maga, hogy azt éreztem, hogy zuhog belőle a vér ebből a szóból, és ez a szó kell. Nekem így lett belőle kitelepítést, írtam is egy levelet a kiadónak, hogy megvan a címe, Nagy Boglárka a szerkesztő, akinek nagyon sokat köszönhetek, egy fejezetet is köszönhetek neki a könyvben, és visszaírta, hogy András, megvan a címe. A korábbi címet az mindannyian elfelejtjük itt. Megvan a könyvnek, ez a könyvnek a címe. Hogy értjük, mert ez nem csak a fogságról szól, hanem ahogy érezzük, hogy kitelepítenek bennünket az intimitásunkból. Ugye, mert van egy számítógép a szobában, akkor azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Van egy nálunknál sokkal okosabb telefon a zsebünkbe, és azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy az most az intimitásunkért is harcolunk. És nekünk ez egy nagyon, azért mondtam el ezt a történetet, mert a feleségem is itt van, nekünk egy nagyon fontos harcunk volt, amikor Szatmárnémetiben laktunk, és meggyőződtünk afelől, hogy lehallgatnak bennünket. Fiatal házasok voltunk. És akkor el kell dönteni, hogy kinek szeretkezünk, nekik vagy magunknak. És hogy ez a kettő milyen viszonyban van áll egymással. Mert mindig lehallgattak bennünket. Ebből van 700 oldalam, amivel majd kezdeni kell valamit, de ez a egyik következő feladat, hogy ezzel a titkosszolgálati anyaggal kezdjek valamit, mert én úgy érzem, hogy ezt itt Kelet-Európában, talán Németországot leszámítva, ezeket a titkosszolgálati dolgokat mi elsúnyogtuk. Ezzel nem bántunk úgy rendesen. Nem, ez a történet nincsen fel. Nekem van ez az 1400 oldalam, nem vagyok túl hálás érte, de most mégiscsak egy anyag, és azt tudom figyelni benne, hogy hogyan alakítottak ki rólam egy alternatív identitást. Ugye, mert a belügyesnek is kellett igazolnia a saját létezését. Vagy hogy persze, ott vannak a jó akaratú besukók, és ott vannak a rossz akaratú besukók. Én látom ezt a különbséget. Persze, hogy valaki hogy akarja megúszni, hogy rosszat akarja, ami nagyszerű, hogy ő ezt meg akarja tenni, hogy rosszat akar, hogy ne mondjon rosszat rólam, és nem mond tulajdonképpen rosszat rólam, csak értjük, hogy, vagy mondjak erről csak egy dolgot, ami nagyon mélyen bennem van, és ez indított el bennem, hogy itt van most még egy feladat, de persze azt is regényként szeretném megírni, egy ilyen autofikcióként szeretném megírni, hogy teljesen elfogadott az, hogy ha valakit megzsaroltak, az besugó lett. Oké, de az apámat is megzsarolták, 7 gyerekkel zsarolták meg, és börtönbe került. Tehát az a kérdés, hogy hova mérjük a dolgokat. És egy társadalmi higiéné tekintetében nagyon fontos, hogy hova mérjük a dolgokat. Én nem, senkire nem dobok követ, hogy besugó lett. Nagyon nem. De nem állítom azt, hogy nem voltak alternatívái. Mert ha ezt állítjuk, hogy nem voltak alternatívái, akkor viszont mindenkit, aki felgyújtotta magát, nézzük meg a lengyel történeteket, aki vállalt azt, hogy több 10 évre elítélték, aki azt mondta, hogy nem,
akkor azt mondjuk, hogy te Balek voltál. Te a történelem bohóca voltál. És igenis ezt üzenjük. Akkor, amikor nem végezzük el a munkát, nem mondjuk el a történeteinket, ezt üzenjük. És én ezt nem akarom. Azért nem akarom, mert az egy ház, aminek az édesapám a lelkésze volt, és helyettes lelkészként ment nyugdíjba, mindmáig nem tudott kezdeni valamit ezzel a történettel, és az egyház soha nem állt elő azzal, hogy rehabilitálja, vagy hogy mondjon valamit. Hanem megmaradt ebben a szürke zónában, hogy hát igen, azért igen, igen, apám még kellemetlen emberek voltak az egyházban. Mert mondták nekik az elöljárók, hogy Feri, de hát azért mondjuk neked ezt, hogy ne csinál meg, nem tudom, hogy csend legyen az egyházban. És apámnak volt egy klasszikus válasz erre, hogy csend a temetőben van. Ahol élet van, ott nincsen csend. Ott van sírás, ott van nevetés, ott vannak konfliktusok, ott vannak feszültségek. Milyen jó, hogy vannak. Az a kérdés, hogy méltósággal meg tudjuk ezeket oldani. Azt hirdette az apám, hogy ne legyen csend az egyházban. Legyen olyan öröm, hogy ne lehessen bezárni a templomba az egyházat. Ugye? Akkor már, mintha érdekes volna ez a kísérlet. Azt hiszem, hogy ez a gondolatmeneted is nagyon jól mutatja, hogy mennyire gazdag ez a regény, hiszen ez a vonulat is nagyon is ott van a regénynek bizonyos helyein. Az időnk azonban lassan lejár, és egy záró kérdéssel, megjegyzéssel fordulnék még hozzád, hogy ma este ugye a test történeteiből két egyfelvonásost láthat majd a közönség, a Teréz történetét és a Léna történetét. Milyen ajánlást csatolnál hozzá? Hát az, hogy nézzék meg, és hogy szeressék, hogy ez tulajdonképpen a test történetei négy darabból áll, valószínű, vagy remélem, hogy tavasszal a másik kettő is meg fog születni itt Debrecenben, amit nagyon szeretnék, és nagyon nagy boldogság, hogy ez megszületett, és ráadásul, hogy a fiam rendezte, ez külön nagy öröm. Négy női történetet mondok el, és mindegyik négy női történet valóságos történeteken nyugszik. És hát az egyik a Teréz, ez Kalkutai Teréz. Nagyon mélyen elkezdett izgatni engem az ő hitetlenség korszaka. Az ő sötétség korszaka, ezért ma őt a depressziósok védőszentjeként is tisztelhetjük. Ezt a szókapcsolatot én szeretem mondani, vagy hogy úgy mondjam, én találtam ki. Azért, mert a depresszió az a 20. századnak a betegség, 20. század második felének végének a betegsége, és ennek van egy védőszentje, ez gyönyörű, nem? Nem? Tehát ő bipoláris. Ma azt mondanánk, hogy bipoláris volt. Én magam szerintem én multipoláris vagyok, tehát a depresszió sokféle módját most az utóbbi években nagyon jól vagyok, átéltem. Tehát, hogy tulajdonképpen szembesülni szerettem volna ezzel, mint saját történettel, és egy nagyon bátor nőről van szó. Kalkutai Teréz egy elképesztően bátor nőről van szó, és én nagyon tisztelem őt, és nagyon szeretem őt. Lina pedig egy olyan nőnek a történetét mondja, tulajdonképpen ez egy férfival történt meg, de én áttettem nőbe, mert jobban is tudtam valahogy úgy megírni, jobban meg tudtam ragadni, aki táncosként elveszíti mindkét lábát, és megtanul a szívében táncolni. Ez egy ilyen megbocsátás történet kíván tulajdonképpen lenni, de ezek is mind ilyen gyakorlatai annak, hogy megérkezzem ehhez a könyvhöz, és segítettek ebben. Köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen a közönségnek a figyelmet. Én köszönöm.